A szokott módon szinte pillanatok alatt megteltek az első konténerek a Béke 2 város részben a hétvégén. Mint arról Mezei Zsolt, általános hatáskörű alpolgármester beszámolt, a várakozásoknak megfelelően egy jó hangulatú kezdeményezés valósult meg a településen. A városlakók a képviselőkkel közösen és összefogva gyűjtötték az összegyűlt meg annyi lomot. Hát látható, hogy mi se zakóba vagyunk ma itt, meg nem irodai felszereléssel. Mi is ilyenkor, én is képviselőtársaim, alpolgármesterek is, ugye kijövünk és segítünk azoknak a lakóknak, akik nem tudják elhozni a konténerbe a meguntó és kidobásra ítélt tárgyaikat. Úgy látom, sikeres ez is. Kicsit korábban kezdtük az idén, de azt gondolom, hogy így végzünk rendes munkát, hogy meg tudjuk szabadítani a városlaktól a rengeteg lomtól, ami összegyűlt. Ha belegondolunk abba, hogy ebbe az elmúlt két évben közel 5000 köbméternyi lomot dobtak ki a városlakók, és még tudjuk nagyon jól, hogy a pincék még félig vannak, akkor az évtizedek alatt mi földgyűlt itt ebbe a városba, de ezt el kell tüntetni, és el is fogjuk tüntetni. Tavaly a Városvédők Új Telepért Egyesület tagjai aktívan kivették a részüket az elektronikai hulladék összegyűjtésében és elszállításában. Ez idén sincs másként. Tóth Kálmán önkormányzati képviselő azt mondta, mindenben segítik a városlakókat. Tovább folytatjuk a hagyományok szerint az elektromos hulladékgyűjtést. Már egy konténer megtelt, úgyhogy elvitték, úgyhogy ennek van jogosultság, hogy össze kell szednünk, mert rengeteg olyan elfekvő elektromos dolog van még a pincékben is. Nagyon szépen kérem a lakókat, ne adják oda másnak, mert utána megjelenik a szemét majd kint az erdőkbe, és azt nekünk kell a saját pénzünkön összeszedni. Aki úgy gondolja, hogy megtisztel azzal, hogy elhozza az elektromos hulladékát, azt a lépcsőház előtt ne adja oda. Hozza inkább, szóljon, segítünk idehozni, de annak semmi értelme, hogy a kis erdőben megtaláljuk a hűtőgépajtókat, meg egyéb más dolgokat. Tóth Kálmán arra kéri a városlakókat, hogy minden lomot hozzanak el, amennyiben lehetőségük van rá. A képviselő hozzátette, személy és vagyonvédelmi szempontból is veszélyes, ha kidobás helyett a lakóközösségek például a lépcsőházak előtt gyűjtik a lomokat. Mindenkit nagyon szépen kérem, hogy akinek pincében elfekvő készletei vannak, és amire úgy is már, hogy leviszünk a pincébe, arra már szerintem többet nem lesz nagyon szükségünk. A lépcsőházak előtt vagy a pincék előtti teret is szabadon kell hagyni. Ha ide kijönne itt a Békeváros részben is sok helyen, kijönne a tűzoltóság, tartani egy bemutatót, vagy tartani egy ellenőrzést, nagyon sok olyan lakóközösséget meg kéne büntetni. És én arra kérem önöket, inkább hozzák el, mint hogy tartogassák ezeket a dolgokat. A következő alkalommal a Béke 1-3 város részben folytatódik majd az új rendszerű lomtalanítás. A pontos helyszínekről és időpontokról az önkormányzat hivatalos oldalán találnak bővebb tájékoztatást a városlakók.